az a legviccesebb, hogy össze-vissza kezdek el beszélni, teljesen összefüggéstelenül, és így sztorikat belefűzve, meg így rögtön mutatom a telefonomban képeket, hogy ők a gyerekeim, és akkor egy tortát sütötték nekem a szülői napomon, és így olyan hevesen magyarázok, hogy szerintem egy szót nem értenek belőle. Éve. 2006. szeptember óta. Az most már lassan 6 év. Angolul szokták azt mondani, hogy quality time, ahol tényleg érdekes dolgokról beszélgetünk, és remélhetőleg emberek életét megváltoztatjuk. Egy olyan hely, ahol megismerheted azt, ahonnan jössz, és ahol megtanulhatod, és ahol megtanulhatsz másokkal együtt közösségbe élni. Zsidó ifjúsági szervezet, ami nagyon előtérbe helyezi Izraellel való kapcsolatot, és nagyon, egyik nagyon fontos alappillérünk, vagy alapelvünk a pluralizmus. Az alapelv az az, hogy próbáljunk meg mindent és mindenkit elfogadni, és rögtön ez nem is igaz, hanem inkább az, hogy próbáljunk meg megérteni a másiknak az álláspontját, és aztán elgondolkozni azon, hogy lehet-e az a mi álláspontunk. Közösséget építünk, és együtt vagyunk, és játszunk, és programokat tartunk, és tanulunk, és eszünk, és filmet nézünk, és mindig új dolgokat csinálunk. Nagyon megvan most a lendületünk, és egymást motiváljuk folyamatosan a jó programok írására. Minden évben van egy cokritunk, egy tervünk, egy oktatási tervünk, ami pontosan hétre lebontva mindegyik peulának, foglalkozásnak megvan a célja, hogy pontosan mit akarunk átadni, milyen neveket kell és dolgokat kell megtenni a gyerekeknek ahhoz, hogy a zsidó identitásuk fejlődjön, és ezt építjük bele egy informális oktatásos, játékosabb programokba, hogy ne legyen az egész nyers, és hogy ne úgy fogják fel a helyi zsidóságot, hogy ez egy szabályokkal tenni valami, hanem úgy fogják föl, hogy mennyire, hogy ők ennek egy része, és egy közösségnek mennyire a... Egyetlen, csinálok, amihez éppen kedvem van. Ha tömeg is azt csinálja, akkor nincs baj, de egyedül nem állok el véleményemért, passzív vagyok. És szerintem az nem baj, hogyha valami eszeten, szóval hogy kiállsz magad, és vannak mögött követőid. A TEUL az egy olyan informális oktatással tartott foglalkozás, ami megvan minél több információt, tehát nem iskolai keretek között. A vallás az egy nagyon meghatározó dolog az egész Földön, és ez az, amiben a legtöbben ugye, tehát hogy egy valami, amiben azonos valami, amiben az emberek hisznek. De abban hiszünk maga el, és hiszen a karér, ezt el fogja érni, és kemény munkával mindent el lehet érni. Szeptembertől júniusig minden szombaton az Izraeli Kulturális Intézetben vannak programjaink. Több korcsoportban dolgozunk, hogy mindenkinek azt adhassuk, ami a korának megfelelő. Mindig különböző általános időből vagy Izrael kapcsolatos témákat dolgozunk föl, de rengeteg világi témánk is van, ami akár aktuális lehet, vagy akár fontos a mai társadalomban.
azzal, hogy közösen hevdelezzünk, ami a szombatot, a sabbatot elválasztja a hétköznapoktól. בחלון בשמלה של חג שיגיע יחבק אותי ככה כמו שידע שוק גרקת להחמסת המערך נפזה אישו ג'ידו ימין הנוער וולט אלאפלב még az a zsidóság, ami egyértelműen valami, ez sem olyan szempontból, hogy valami, hogy követelünk akár vallásosságot, akár istenhitet, bármit is, hanem megpróbáljuk megtanítani az alapvető tanításokat talán, amiről a zsidóság szól és szólt az elmúlt pár ezer évben. A mai alkalom, hogy túl is változunk közösen. Szóval, hogy így az mindent közösen. Nem is azt hiszem népi hagyományokra, ez nagyon ilyen magyarosan hangzik, hogy népi hagyomány, de hogy sokkal inkább nem a vallási érdem veszek részt, hanem inkább próbáljuk tenni a zsidóságot, mint csoportot, mint népet. Azokat teljesítsem, amiket én úgy gondolok, hogy bele tudok vinni az életembe, és bele akarok vinni az életembe. A kapu megnyitva áll, ha majd egyszer úgy döntök, hogy mostantól kezdve fontos lesz a kóserség is, akkor majd azt is betartom. Én óvodáskor óta végül is egy ilyen zsidó burokban élek, szóval annyira az életem része, az a legtöbb hagyomány az, hogy elmegyünk a nagy ünnepeken, mondjuk akár családdal, akár az iskolában, zsinagógában. Megtanította nekem ez a mondjuk zsidó iskolában erre 12 éve, de hogy ez a szervezet tanította meg nekem azt, hogy ez nem egy olyan dolog, ami van, és hogy az így tök jó, hogy van, hanem egy olyan dolog, amiben részt tudok venni, és működik. Szóval ez nem egy ilyen halott dolog, hogy csak egy könyv van róla, hanem az egy működő, egy élő dolog, amiben ennek a teljes része tudsz lenni. És ahogy a zsidóságnak vagyok a része, aminek egy része a Hanover Magyarországon, és a Hanoverba élem ki ezt az egészet. Évente három táborunk, tavasszal, télen és ősszel, ahol négy napba sűrítve próbáljuk egy picit más atmoszférában átadni az embereknek azt, amit szombatonként is. Ha te ilyen osztály vagy, és be fog jönni a Áron, és ő legyen az igazgató, úgy gyerek, ő lesz az új. Mert minden a legidősebb csoportokban, a kanaimban ott már konkrét dolgokat is el tudunk adni, de akár már hasonlóimban, akik 13-15 éveseknek, akik is már tudunk konkrét dolgokat rátenni. Minden este van egy nagy programunk, aminek mindig van valami zsidósággal kapcsolatos, vagy a tábortémával kapcsolatos lényege, de azért sokkal mozgalmasabb az, mindig csinálni kell valamit, mindig vannak ilyen különböző feladatok, és vannak napközben is nagy problémáink. Egyik fontos alapelvünk a scoutism, ami cserkész, szalami, ami a cserkészességre és a természetbarátságra épül, és ezért ezt fontosnak tartjuk, hogy minden táborban legyen egy ilyen. Az őszi táborunk témája az volt a Viva la Israel, ami arról szólt, hogy Izrael jobban megismerése, és az volt a mellékes célunk ezzel, szóval ilyen háttérből igazából nem volt benne a cím. Célba, hogy a hanovers identitásokat megformáljuk. Hazák! Hazák Bernat! Hazák! Hazák Bernat! Cionizmus az a számomra azt jelenti, hogy törődök Izrael, hogy foglalkozom Izrael, hogy érdekel Izrael, hogy teszek Izraelért is, ha így veszük. Nem feltétlenül értek mindig egyet azzal, amit Izrael tesz. Nem is kell cionistaként feltétlenül egyetlen azzal, amit Izrael tesz. Ott sem az a cél, hogy most akkor mindenkit pakoljunk fel egy hajóra, repülőre, bármire, és vigyük ki Izraelbe, hogy ott éljen, hanem inkább az, hogy emberekkel megértessük Izraelt, hogy elérjük azt, hogy embereket érdekelje Izrael, mint állam, mint ország, hogy elgondolkozzanak a döntéseiken, hogy megvizsgálják ezt az országot, stb. Ez nem egy hét. Az, hogy reggel kiállunk közösen a Mifkedolni,
az ad egy kertet a napnak, elmondjuk a smát, meg a modernit. Ugye a moderni az az, amikor megszűnik az örökkévalónak azt, hogy visszaadta a lelkünket az éjszaka után, az álmunk után. És hazakodunk is, hazak velmetsz, ami annyit tesz, hogy légy erős és bátor. Hazak! Hazak velmetsz! És közben mutogatunk ilyeneket is. Ez azt jelenti, hogy a nagy megvédi a kisebbet, és ez meg a szervezetnek a három alap pillérét jelenti, ez a három újt. Egy komoly program után úgy viselkednek, ahogy szeretnék, úgyhogy megértik a dolgokat, amiket szeretnénk átadni. És ez szerintem ez a legfontosabb. Vannak olyan elemei, amik nagyon jó sikerülnek, van olyan program, amit azt hiszem, hogy soha többet nem akarsz valamit átpartani, olyan program, amikor azt jelenti, hogy tiéd a világ, és most megváltottál egész világot, az egy ilyen jutat megszakítottál. Alvishali oti al osher, ulay gam hu yavo, kshehu yavo, yered aleinu kmo gesher. Oi, mitchabek venelech. Alvishali oti matar, alvishali oti al bayit. Al mevakshi mimeni zman, al chaker otzer lo nishar, nishar. Szoros, nem is tudom, kapcsolat a Madrid és Hányok között, ami utánozhatatlan. Ők tartozzanak valahova, amit nekem is adott el, mert hogy én is elértem azt, hogy tartozhatok valahova. Azt eljöttem meg ide, hogy meghalt a nagypapám, és nekem ez egy nagyon nagy támasz volt akkor a Hanoár, és nagyon sokat köszöntek a Hanoárnak. Nagyon-nagyon-nagyon sok dolgot kaptam a Hanoártól, és most ezt próbálom meg visszaadni meddigként is. Legjobb élmény az 2009-ben volt Izraelben, amikor együtt havdaláztunk a akkori képzősökkel, azokkal, akik most már madrichok a szervezetben, Jeruzsálemben egy parkban, a Függetlenségi Parkban, és az egy nagyon, nagyon szép, nagyon megható pillanat volt, és ott sok minden összemosódott, a múlt, a jövő és az összes lehetőség, ami akkor nyílt. Like